irányt váltani akkor kell, amikor az ember eljön az IKE fesztiválra, tehát még mielőtt eljönne, irányt vált az ember és bejön Szovátára, illetve irányt lehet váltani a fesztiválon is, ugye a témája az, hogy újratervezés, az ember nagyon sok mindent újratervezhet az életében, az kapcsolataiban és bármiben tulajdonképpen, tehát nagyon sok mindent az ember újratervezhet. Kik azok, akik eljöttek ide az IKE fesztiválra irányt váltani? Elsősorban az IKE fesztivál résztvevői azok az IKE tagcsoportjai, illetve a különböző MIT tagszervezetei is itt vannak, és vannak hál' Istennek magyarországi vendégeink is, akik ugyancsak ugye a generális konventen keresztül, tehát mint Kárpát-medencei ifjúság fiatalok úgy jöttek el. És milyen sátrakban érdeklődhetnek a résztvevők a különböző civil szervezetek tevékenysége iránt? Tehát kezdeném akkor azokkal a sátrakkal, amit az IKE felel. Tehát van a fősátor, van a kini sátor, ez a két különböző korosztály próbál megkülöníteni. Akkor van a OEN alapítvány sátra, ez a gyerekfoglalkozásokkal foglalkozik. Van barkács sátor, ahol különböző kézműves foglalkozásokkal lehet foglalkozni. Van a függőleges, itt van a ima sátorral. Ezen kívül pedig ugye van a cserkészeknek is sátor, az erdélymentő csoport, itt van a saját sátraival, két szervezet a saját tevékenységét promoválja, bemutatja az érdeklődőknek, és itt vannak a Kolozsvárról a Bábesbolyai Tudományegyetem, a protestáns teológia Szapiencia, az egyetemi sátorba közösen összetömörülve, a KIE kávéház mellett a magyarországi ugye úgymond testvér kapcsolata. Nem hagy békére. Azt kérdezném még tőled, hogy aki eljön ebbe a táborba, mit vár el, és miben különbözik ez mondjuk Tusványostól, vagy az EU tábortól, vagy más jellegű táboroktól? Tehát abban különbözik, hogy ugye Vács irányt, IKE fesztivál, keresztény jellegét. Ez különbözteti meg valójában a többitől. Ez volt az alap, amiből kiindult a fesztivál szervezése is, hogy szervezünk egy olyan fesztivált, ahol keresztény mi voltunkat tudjuk bemutatni, akár a külsőknek, és nem csak a belső IKE tagszervezeteknek és tagcsoportoknak is.